Sound Verona, a hangok arénája. No kérem, és ha már megtérülés, azaz payback, ezzel a felvétellel zártam a mixblokkomat. Beszéljünk egy kicsikét a becsületességről, bár szerintem erről is beszéltünk már néhányszor, de egy új megközelítést, egy új apropót adott nekem a héten egy cikk, mégpedig az történt a nagyvilágban, hogy egy iraki diáklány 16 ezer eurót talált a berlini metrón, majd leadta a rendőrségen. How many? How many money? Magából a Twitter posztból, amit a berlini rendőrség, mert a berlini rendőrségnek ilyenje is van, az derül ki, hogy 14 ezer eurót, de ez a nagyságrenden szerintem nem változtat semmit. De 14 ezer... Szer nagyságrendileg 300 valami... Ez új autó, 4 millió 2. Hát igen, megvártam, amíg kiszámolod, mert igazából le van írva a cikkben. Mindegy is. Tehát az a lényeg, hogy a 16 éves lány találta meg ezt a kis kézitáskát, amiben benne volt ez a nem kicsi összeg. És hát amire felkaptam a fejem, az az, hogy a becsületes megtalálót a német törvények szerint jutalom illeti meg. Igen? És ez milyen arányban? Vagy erre nem tér ki? Az nem derül ki, viszont volt erre még néhány példa, hogy volt korábban még nyáron 3500 eurónyi készpénzt és 1 kilónyi aranyrudat felejtett valaki egy fa alatt, szintén Berlinben. És a... Menjünk már Berlinben van! Hát igen, ott voltunk és nem néztünk eléggé körül. Igazának már több mint 5 éve. És hát ott is igazából a becsületes megtaláló fogta és átadta a rendőrségnek ezt a kisebb fajta értékcsomagot, és valószínűleg lerakta a bringáját, és így ott maradt. Igen, megvan. Tehát ő a nagyobb értékek beszolgáltatóit a talált érték 3%-a illeti, a tömegközlekedési eszközökön elhagyott értékek esetében ennek a fele. Tehát 1,5%. Most nézzük meg, hogy a 14 ezer eurónál ez mennyit jelent. Hát még így is 126 ezer. Hát nem rossz. Hájjó. Nem rossz, én azt gondolom, most induljunk ki a felfogás kérdéséből. Vajon, ha nálunk hoznának egy ilyen döntést, hogy az ilyen elhagyott értéktárgyak visszaszolgáltatója, mit tudom én, mondjuk akár csak ennél is fele akkora jutalmat kap a becsületes visszaszolgáltatásért, mennyire nőne meg vajon a becsületesség iránt való hajlam az emberekben. Azért ismerjük a magyar embert, meglát egy 10 000-est az utcán, elrakja, és majd 3 háztömb múlva kezd el vigyorogni, hogy... Nagyobb nullát nem tudok mutatni. Nem, én azt hiszem, hogy itt nem indulnánk el ebbe az irányba. Tehát ha meglátná az ember azt a, mit tudom én, most mondjuk csak 2 millió forintot egy nyilvános WC-ben, vagy bárhol egy fa alatt, az már nem 2 millió. Tehát az már fejben el van költve, ott nem is nézel körül, tehát az a... Igen, az... Fuss! 1.999.800 forint, mert abból használod is a nyilvános WC-t 200 év. Igen. De nem, tehát most tegyük föl, te elmész egy WC-be, megpillantod a zsákot, és így az eurók így burjánzanak ki belőle. What do you do? Jó kérdés. Szint magyarként simán játszhatnánk olyat, hogy ezt fogjuk és eltesszük, és majd valamikor hónapok múlva nézek rá legközelebb, és gondolkozom el azon, hogy melyik távoli országba repüljek el. Vagy játszhatom azt én is, hogy leadom a rendőrségen, és elgondolkozom rajta, hogy vajon ott célba jut-e. Tehát, hogy ők intézkednek-e arról, hogy az valóban a becsületes tulajdonos, vagy nekem hát a kedves tulajdonos. Ez lenne az első gondolatom, hogy vajon, hogyha én leadom azt a pénzt, akkor annak utána járnak-e. Egyébként van még egy irány, amire fontosnak tartom kitérni, az ilyen Facebookos megosztások találtárgyakkal kapcsolatban, hogy mi minden szokott. Találtárként megosztom, hogy találtam 4 millió forint. Te olyat az inboxon nem látott volna még. Nem, nyilván nem, de ha most a nagyságrendtől egy kicsit eltekintünk, és a becsületesség oldaláról nézzük, hogy meg szokták osztani a mit tudom én, pénztárcának, meg a kulcsomónak a képét, és akkor kérnek valami különös ismertető jegyet, hogyha meg tudod mondani, hogy mi van rajta, vagy mi volt benne azon a kártyán, vagy akármi, tehát hogy azonosítod ezzel magad, akkor visszakapod. Na most ezt mondjuk így
úgymond kisebb értéktárgyak esetén, vagy így pénztárcák esetén, ahol ezt így be lehet azonosítani, meg a közösségi média, de tényleg nagy ebből a szempontból az ereje, ott el lehet játszani. De benne van egy feliratozatlan reklám szatyorban, vagy akár egy feliratozottban, teljesen mindegy, 4 millió forint, ezt hogyan juttatod el a jogos tulajdonosának? Mert persze... Na most elvettem a kulcsodat az ajtóból, milyen különös ismertető jele van? Van rajta egy SIM-kártya kiszedő kis tüske. Ugye ez ilyen újabb telefonoknál ilyen tálcába megy a SIM-kártya. Aha. Azt szerintem meg is találtad. Megvan. A stúdió kulcson kék bizgentyű jelölő van. Van rajta egy türkiszkék kulcs, illetve egy fekete-piros fejű kulcs. Igen. Ott már nem lakom. Van 2 fekete kulcs, 1 kisebb ilyen, mi az? Hát ilyen téglalapszerű a vége. Az a kis zár. Van egy nagyobb fejű fekete kulcs, az alsó zár. Igen. Igen, és most adok utat a betörőknek végül is. Mi van még rajta, várjál? A busz, a sörnyitó olló, all inclusive, van rajta. Igen. Egy kikapcsolt fütyülő, tehát aminek ha fütyülsz és be van kapcsolva, akkor visszafütyül neked. Tehát ez akkor az lenne, igen. De hát szóval eléggé vissza tudnám mondani, hogy mi minden van rajta. Jó van, ezt megúsztad. Hány kulcs maradt ki? 1. Tudom, a kapu. Garázs kap, nem garázs, hanem mi a jó ég. Hát mindegy. Nagy jó, kapu. De mondjuk nem mindenki tudja fejből, hogy mondjuk mi van a kulcscsomóján, vagy mi volt a pénztárcájában, amikor elhagyta, tehát minden iratomat. Hát főleg abban az állapotban, amikor igen. Még sokban vagy, hogy úristen, az elveszett, és az hú. Tehát azért nem feltétlenül ismerném föl lehet én sem. Durva egyébként, hogy az emberek mennyire nem figyelnek sokszor azokra a tárgyakra sem, amik amúgy hozzájuk vannak nőve. Hát nem, mert úgy vagy vele, hogy hát minden nap használod, nem is nézed már meg. Tehát... Megkérdeznék bárkit az utcán, hogy bele vagy bújva egész nap a telefonodba, le tudnád rajzolni fejből? Melyik oldalon van az előlapi kamera? Hát, na várj, hát, az már egy kicsit melyik oldalon van a jack csatlakozó? Satöbbi, satöbbi. Na várja, rakjuk most el. Igen? Szemben van vele. Melyik oldalon van az előlapi kamera? Remélem nem nézted meg most nagyon. Szerintem a... Ha szemben van velem, a... Bal. Nem. De a bal. De a bal oldalon? És jobb oldalt van a LED. Nem, a LED a bal oldalon. A LED is a bal oldalon? Uh-huh. Ezt a szart. mit mondják még róla? Hoppá, ezt beszoptam, mert jobb oldalon van tényleg. A LED? Uh-huh. Na, mondom én. Nem. A LED az a bal oldalon van, azt jól tudtam, de a kamera van a jobb oldalon. Na, jó, igen. Igen. Akkor várjál. Hangerőgomb melyik oldalon van? Jó, azt tudom, az jó, az talán még sokan használják, de mondjuk a kamera az egy jó kérdés lenne, hogy beazonosítsák. Igen, mert mindenki egyébként is a selfie csinál, magát nézi a kijelzőn, tehát biztos, hogy nem azért nézi a kis lyukat. Persze. Jack csatlakozó melyik oldalon van? Az a baj, hogy nem tudom, hogy ugyanott van-e, mint az S3-on. Azt hiszem, hogy nem. Mert az S3-on a bal oldalon volt, de itt akkor lehet, hogy a jobb. Igazán a jobb oldalt van. Igen. Illetve ezt ennél a telefonnál pont nem lehet eljátszani, de ha kiindulunk ebből a gyártóból, rengeteg olyan modellje van, ahol úgy vannak elhelyezve a dolgok, hogy LED, kamera, hangszóró. Sorrendet tudnál lemondani? Ez mondjuk most pont nem felé irányul, de ezt így sok embernek felé. Egyetlen dolog van még, az a melyik oldalt van lent a hangszóró. Amit úgy sose tudok, mert hogyha háttal nézem, akkor tudom, hogy hol van. Bal oldalt. Innen mindig gondban vagyok. Bal oldalt. Hátuk bal oldalt. De ezek jók. Tehát, és ugyanez, hogy ott vannak velünk minden nap ezek a tárgyak, és így... De nem tudná egy leírást adni. Jó, azt mondjuk le tudnám rajzolni, hogy hol van betörve, de... Igen. De becsületesség. Én ma is elgondolkodtam, hogy voltam egy nyilvános vécén. És mikor lehajtottam a deszkát, ott volt mögötte egy kis csomag. De valahogy nem... De nem lett volna semmi gusztusom hozzáérni. Igen. De, hogy most abban... Elindult a fantázim, hogy abban mi lehet. Most ott valaki valami... Hánynapos? Lehet.
Hát vagy az, hogy hány napos, hogy most valaki ott valami piszkos ügyletet akart ott a WC-be lejátszani, hogy mit tudom én, ott hagyom a csomagot, te hagyd ott a pénzt, mit tudom én. Tehát azért el lehet játszani. Persze, ez életszerű. Nem életszerű, hogy valaki lehajtja a deszkát. Teljesen. Igen. Úgyhogy elgondolkoztam, hogy most ott abba vajon mi lehet, de nem nyúltam hozzá. Lehet, hogy megváltoztatta volna az életet. Lehet, hogy az egy összegöngyölt régi pelenka gyerektől. Ha más nem, egy alapos lelki sérüléssel megváltoztatta volna az életet. Úgyhogy így azért bennem volt, hogy most mi, ha most ott pont pénzt találnék. Hát az szerintem olyan szinten landolna a zsebembe, és a 80-nal jöttem volna ki a parkolóból, hogy még véletlenül se találjon meg senki. Még trafipaxra is marad. Bagatell. Lesz pénz lóvéra, ne aggódj. Az biztos. Nekem még egy olyan sztori jutott eszembe, hogy én egyszer a városban találtam egy bérletet, ami még 3 napig jó volt. És én nagyon szívesen visszaadtam volna. Munkában. Nagyon szívesen visszajuttattam volna a jogos tulajdonosának. Ugye ilyenkor semmi más azonosítás nem lenne, mint a személyi igazolványnak a száma. De ugye alapvetően ugye a BKK-nak nincsen arról adatbázisa, hogy mely személyi igazolvány számhoz milyen név, és onnantól kezdve milyen adatok tartoznak. Tehát te ezt így azonosításképpen az automatában, vagy a jegypénztárban megadod a cégnek, de az nem tudatja azt, hogy te konkrétan ki vagy. Hát max úgy tudod föltenni, hogy ez a szám úgy megtalálásra. Igen, az emberek annyira nem tudják egyébként a saját személyigazolvány számokat, hogy az borzasztó. Persze, tehát az utolsó pillanatban, jaj, hogy is van, mizé, mint is van. Rengeteg papírt töltettem. Nem hiszem, hogy mindenki tegnap vette át. És tényleg, tehát őségi, és akkor most komolyan le kell én a személyigazolvány. Ne csesz, 10 évre adnak egy személyt. Jobb esetben nem hagyod el. Én megkaptam az új személyt 2 nap múlva, biztos, hogy fújtam az izét. Még most is tudom az előző személyemet is. Fú, én is, és nagyon sokáig még össze is kevertem, mert hasonlóképpen kezdődött, de... Nekem nem, de akkor is. Tehát ez egy olyan irat, amit rengeteg helyen kell használnod, és milliószor be kell írnod, és nem árt, hogyha tudod. Igen, annál is inkább el kell kezdeni ezt így ismételgetni magadban, hogy megragadjon. Na hát az iratok megtalálása az egy más kérdés, ott nyilván van egy alapod arra, hogy... Ha van egy lakcímkártya közte, akkor fogom, jó, beborítékolom, még talán föl is adom arra a címre, vagy mit tudom, hát elviszem. Vagy ha jársz arra, ha akkor elviszed. Én láttam mondjuk olyat, hogy... Jó, de ha rajta vagy bivajbasznát főút 3, akkor azért nem viszed el. Hát persze, világos, de láttam olyat, hogy megosztottak ilyet Facebookon, és azt gondolom, hogy ennél azért jobb módszerek is léteznek arra, amikor ennyi adat áll a rendelkezésedre. Igen. Tehát, hogy ez... Tehát, ha már ott van a lakcímkártya, akkor nem tudjátok, kié lehet. Vagy ha nem is az övé, csak nála volt éppen a kártya, valami irányzék az van. Ugyanez volt régen, amikor telefont talált az ember, akkor azért csak volt benne egy anyu, apu, vagy nagyi, vagy nem tudom, és akkor felhívta, hogy 50 000-ért visszaadom, vagy nem tudom. De eddig mi volt találtál már valaha ilyen ismijellegű iratot? Iratot nem, ugye találtam ezt a bérletet, meg egyszer találtam egy 10 000-est, és... Mire költötted? Az ruhára. egy kocsma előtt találtam, és azért nem játszottunk ki, mit isziket, mert mondom, mi van, ha benn hagyta el valaki. Benn meg biztos, hogy mindenki azt mondta volna, hogy én találtam, meg én, vagy én hagytam el. Tehát igen, mint ahogy a hangos bemondóba szokott lenni, mindenki, aki elhagyott egy 10 000-est, álljon egy 2-es sorba szépen a bejárat mellé. Igen, tehát így villámgyorsan átláttam a helyzetet, hogy ebből én csak szarul jönnék ki. Mondom szépen, elrakjuk, majd másnap elmegyek a ruhaboltba. Ki hagyta ezt a 10 000-est? Köszönöm. Igen. Nem tudom, én pénzből biztos, hogy találtam, de már nem emlékszem, hogy milyen összegbe. Meg volt egyszer olyan, hogy szórakozó helyen ruhatárnál összeszedtem 2000 forintot, és akkor megisztünk egy jót utána. Tehát, hogy már mentünk haza, és akkor egy 500-as, ott egy 200-as, pedig ott egy 1000-es. Hirtelen megvan az egész napi. Igen, ott meg ugyanez lett volna, hogy hirtelen a fél szórakozó hely hagyta volna el ezeket külön-külön. Hát akkor én meg éhes voltam. Hát, én iratokat viszont nem találtam, viszont egyszer találtam egy bankkártyát, sőt, 2-szer találtam bankkártyát, egyszer a Normafán, és hát ott néztem, mondom, rajta van a név is, mit tudom, hát ezt simán föl lehetne tenni, aztán így jobban megnéztem, látom, hogy már lejárt a dátum a bankkártyára, hát mondom, akkor már minek. Igen, akkor akkor már értelmét vesztette. Egyszer meg, amikor vonaton dolgoztam, akkor a székek alatt találtam meg egy bankkártyát, azt meg egyből odavittem a
Kalauznak. Igen. Hát mi az a tájszólás? Jack Sparrow itt van a izei. Mi az a tájszólás, hogy kalauz? Az kalóz. Kalauz, így van. Kalauz. Na, de ő meg ott izé tett bemondást, hogy akkor is XY, tudod, rá van írva a név, az jöjjön a... mit tudom, melyik kocsihoz. Igen. Ja, anyukárja válja. Ez mondjuk jó, mert így zárt térben nagyobb esélye megkerül. De nem került elő. Meg egyszer találtam akkor egy pénztárcát, valószínűsíthetőleg valakiért elvették, és kicsemegészték, igen. Kiszedték a lényeget, és eldobták. Azzal is egyben megkerestem a kalauzt, mert tehát egy az, hogy a munkahelyemet nem akartam volna kockáztatni, hogy én nézem át először. Persze, tehát szolgálatban megint más, mert... És akkor odaadom a kalauznak, és akkor ő meg egyben. Jó, iratok, és akkor hallotta, hogy az egyik nő elhagyta, akkor odavitte. Igen. De volt szolgálatban megint más, mert az meg ugye olyan kapukat nyit ki, hogy ott a becsületesség kérdés az eldönthet egyet s mást. Nem biztos, hogy kockáztatnád az állásod. Én mondjuk, amit az egészből ebből... Hát, hogyha benne lett volna 16 ezer euró, akkor én már ott szállok le a vonatról. Tehát az... Akkor köszönöm, a ruháim se kellene, vigyétek. Igen. Szevasz. Igen, majd veszek lenn az állomást. Veszek kettő. Visszatérve az eredetihez, hogy mennyire lehet motiváló mondjuk, ha most hoznának itthon egy ilyen rendeltet, hogy valamennyi utalmat te kapsz azért, hogy visszaszolgáltatod azt, amit más elhagyott. És akkor onnantól az állam legalább megpróbálja visszajutatni. Ha tárgyi eszköz lenne, akkor valószínű. Ha pénz, akkor nem éri meg szerintem visszaadni a 100 forintot, ha 10-et kapsz érte. Érted? Hát ez is igaz. Tehát ott a nagyságrend nem mindegy. Most ha találsz 1000 forintot, tényleg eszedbe se fog jutni megkérdezni, hogy most ezt kihagyta el, mert ugyancsak mindenki. Igen, de hogyha most találsz 4 millió forintot a földön. Hát az már pénz. Most azt visszavinnéd 100 000 forintért? Hát, hogy egy gyengébb pillanatomban egyébként igen. Egy erősebben meg nem. Tehát... Srácok, ne hagyjatok el 4 millió forintot, mert én jól járok. Vagy hagyjatok el sokan. Azért van az a pont, ahol én is azt mondom, hogy ez annyi jelenlegi gondomat megoldaná, hogy nincs az a 100 000 forint, amiért én ezt odaadnám. Igen, és akkor építhetsz rá egy stratégiát, hogy ne legyen feltűnő, hogy te azt használod. Hát az már kevesebb gond. Azt oldjuk meg a leginkább. És akkor innentől az adás a Dark Web-en folytatódik. Halkítsátok, nem tudom. Igen. De simán el tudom egyébként képzelni, hogy a hallgatók közül ezt akár hasonlóképpen, akár másképp látják, vagy hogy esetleg motiválná ez őket. Lehet, hogy valaki tényleg elgyengülne, és azt mondaná, hogy valaki éppen ment a foglalóját fizetni a lakáshoz, és az pont a baj, elhagyta. Hogy hiába akarnék politikailag korrekt lenni, és azt mondanám, hogy legyetek becsületesek, de tudom, hogy nem. Igen, necces kérdés ez, főleg ugye mi magyaroknál leleményesek. Van az a nagyságrend, ahol az... nem. Leleményesek vagyunk, és ha lelünk egy ilyesmit, akkor általában nem gondolkodunk. Nem, igen. Mert láttam olyan embert, aki körútól sétált, látott egy gyűrűt a földön, fölvette, és szerintem a mértanilag legközelebbi zaciba már fordult. Igen. Google keresés, zálogház. Nem kellett, mert ott úgyis minden harmadik zálog. Igen. Úgyhogy ott már ment is be. Igen. De gondolom nem azért, mert itt álltam a földön, szeretnék barni, hogy a nagyanyám régi gyűrű. Igen. Amit elhagyott 65-ben. Ez pont olyan, mint valaki most vitte. Ugyan már? Tömeges gyártás volt régen. Igen. Sok nagymamának van. eBay-ről vette. eBay-ről. Na, kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre, írjátok meg nyugodtan, mi pedig megyünk tovább egy kis muzsikkal. Na, mi az irány, nézzük csak? Az irány kérlek szépen Hollandia. És egy kis történetet mesélünk el. Jack I. Jones az előadó, de a remixer laidback Luke, ez pedig a sztori, amit én most itt fölnyesek elsőként, azt jön, ami jön. Yes!